Nyolcat ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni! Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel üdvözlök mindenkit, szokásos 8 órás tanulókörünkben. Rengeteg érdekes dolgot kell ma is megbeszélnünk. Időközben kihasználom az alkalmat arra, hogy felidézzem, hogy volt egy kérés. Ó, itt van Kálmán barátom, itt van édesapám is, szeretettel üdvözlöm őket. Volt egy kérdés, ami bepottyant a postaládámba, azzal fogjuk kezdeni. Itt van kedves Marján Zsolti barátom, itt van Kulcsár Tibor barátom, szeretettel üdvözlöm őt is, jó egészséget kívánok neki innen is, örülök, hogy csatlakozni tudott. Itt van Hochwald Timi, itt van Erika, kedves Tima, Zsuzsanna, szeretettel üdvözlök mindenkit, ott már több mint 30-an vagyunk, úgyhogy hajrá, kezdjünk is, neki sok megbeszélni valónk van. Kedves tanulótársunk kérdezte a következő kérdést. Több helyen azt olvasom, hogy az számít zsidónak, akinek a női felmenői, az anya, nagyi, nagymama, dédmama zsidók voltak. Kérdésem, hogy Mózes, aki egy midjanita pap lányát vette el, vagy Dávidnak az egyik felesége filiszteus volt, meg Sámsonnak is felesége filiszteus volt, Salamon pedig több nem zsidó feleséggel is rendelkezett, a nőjéreki nem számítottak a zsidónak, vagy az esküvő automatikus betérés jelentett a nők esetében. Nagyon jó kérdés, és ígértem, hogy erre válaszolok. Igen, valóban a zsidós, az számít zsidónak, akinek az édesanyja zsidó, illetve aki vallásjog törvényei szerint, a vallásjog törvényei szerint betért, ez számít zsidónak. Aki zsidónak született, és vagy betért, ha valaki betért, az egyenjogú zsidónak számít egyébként ahhoz képest, aki zsidónak született. Aki zsidó, vagy aki betért, az a ortodox szokások szerint, vagy az ortodox törvények szerint, akkor az zsidónak számít, és azután, miután betért, azután már a zsidóságát nem veszítheti el, vagy nem tud lemondani róla. A kitérés, az, hogy valaki kitért, ez maximum csak önkormányzatilag, vagy adminisztratíve számít bárminek, vallásjogilag nem számít semminek. Ha egy zsidó kikeresztelkedik, vagy fölvesz 50 különböző vallást, akkor is zsidó marad, mindörökké. Most, ugye mi van Mózessel? Ugye Mózesnek a felesége, ugye Jitró lánya volt, Cipóra, Jitró lánya, aki egy midjanita pap volt, valóban. Dávidnak is volt, Salamon híres arról, hogy sok házasságot kötött, többek között az egyiptomi fáraó lányával, és sok politikai házasságot is kötött Salamon. Mi az a helyzet az ő feleségeikkel? Ugye az a helyzet, először nézzük Mózest, mert Mózes egy kicsit más eset volt, ugyanis a rabbinikus törvények szerint a tóraadás előtti időszakban még nem voltak érvényesek a tóra törvényei, annak dacára, hogy az ősatyákról úgy tartjuk, hogy betartották a tóra törvényeit, még akkor is intuitív alapon, hiszen nem ismerték feltétlenül, ez a tóraadás előtt járunk, de intuitív alapon ismerték a tóra törvényeit, és betartották őket. De a tóraadás előtt még nem volt kötelező, nem voltak kötelezőek a zsidó vallásjogi szokások, sőt, az Egyiptomból kivonuló zsidó nép, illetve a Szinájhegynél állomásozó zsidó nép, az tulajdonképpen kollektíve betért. A Szinájhegyi kinyilatkoztatás előtti 3 nap és a Szinájhegyi kinyilatkoztatás eseményei, azok egy nagy betérés volt, ahol mind az összes zsidó felvette a zsidó vallást. Még akkor is, hogyha zsidóknak születtek, akkor is elfogadta Isten, ugye miről szól a betérés? A betérés arról szól, alapvetően, hogy az ember, és akkor most nyitok egy zárójelet, a betérés törvényeit egyébként a Szinájhegyi kinyilatkoztatás eseményeiből tudjuk. Ugye, mik a betérés szabályai? Az embernek a férfiaknak körül kell metélkezni, ugye a nőknek nem, de a férfiaknak körül kell metélkezni, egy vallási bíróság előtt kell, egy rabbinikus bíróság előtt kell kijelenteni, hogy elfogadják a teremtő törvényeit, tehát hogy az ember magára veszi a micvákat, a parancsolatok terhét, és a harmadik, hogy megtisztul és alámerül a mikve a rituális fürdővizében. Ez a betérésnek a menete ma. Most a betérési folyamat ortodox körökben, tehát a hivatalos körökben azért tart hosszú ideig, 2-3 évig, mert az embernek meg kell ismerni azokat a törvényeket, nem tudja magára nézve kötelező érvényűnek tudni azokat a törvényeket, amit nem is ismer. Tehát először tanulni kell, meg kell ismerni, és nem csak, hogy meg kell ismerni,
hanem elhivatottnak kell lenni. Tehát az ugye nem helyes, hogyha az ember, mit tudom én, nem tart szombatot, persze, mert nem zsidó, miért is tartana szombatot, azután betér, és ugyanúgy nem fog szombatot tartani. Annak semmi értelme nincsen, és a zsidónéknek nincsen szüksége még egy bűnös emberre. Ilyenekből van sajnos köztünk elég, akik nem tartanak szombatot. Szóval arra nincs szükség, hogy valaki betérjen, és azután ne tartson szombatot, ne egyen kósert, ne tartsa a házassági tisztaság törvényeit, és így tovább. Szóval az embernek meg kell ismernie ezeket a törvényeket, és tartani kell ezeket, szóval ezeket tényleg elhivatottan kell tartani, mint a legortodoxabb ember, úgy kell tartani ezeket a törvényeket. Makulátlanul szombattartás, kóserság, családi tisztaság törvényei, és az összes többi micva is parancsol. Most tehát a betérés törvényei a szinájhegyi kinyilatkoztatás mozzanataiból ismerjük. A szinájhegyi kinyilatkoztatáson ugyanis ez mind megtörtént. A zsidó nép körülmetélkezett, mert Egyiptomban nem tartották a körülmetélés ábrahámi parancsolatát, úgyhogy a zsidó nép a szinájhegyi kinyilatkoztatás előtt még körülmetélkezett, a férfiak persze körülmetélkeztek. Volt egy háromnapos tisztulási szakasz, ugye erről korábban beszéltem pont Sávuot ünnepe előtt, hogy volt egy háromnapos olyan szakasz, amikor nem éltek házas életet, és rituálisan tisztába váltak, vagy tisztultak a tóraadás tiszteletére, megmerítkeztek a mikvében, és utána pedig elfogadták Isten törvényét, ugye a kinyilatkoztatáskor, amikor azt mondták, hogy minden, amit Isten mond, azt megcselekedjük, és meghallgatjuk. Hát tulajdonképpen ma is ezek a mozzanatok játszódnak egy betérés esetén. Most mi a helyzet Dáviddal, vagy Salamonnal, vagy olyan bibliai szereplőkkel, Sámsonnal például, ugye, aki a filiszteus Delilát vette el feleségül, ezek az emberek mind betértek, csak erről a Biblia nem beszél, mert ez alap. Mind ezek az emberek, a proféták, a bibliai szereplők feleségei, ezek mind betértek, mind felvették, vagy férjei adott esetben, mind felvették a zsidó vallást, annak rendje és módja szerint, de erről a Biblia nem tesz említést, mert teljesen lényegtelen. Ugye a leghíresebb ilyen betért, a leghíresebb bibliai betért hősünk az Rút volt, ugye a Moabita Rút, aki felvette a zsidó vallást. Ugye a Rút könyvében lehet olvasni erről, ugye? A Moabita Rút, aki özvegyül maradta, és az anyósával élt, és azt mondta, hogy a te Istened az én Istenem, a te néped az én népem. Szóval a Moabita Rút betért, felvette a zsidó vallást. És ugyanez vonatkozik Salamon feleségeire is. Most az igazság, hogy a betérés törvényei az ókorban, tehát mondjuk Salamon idejében bizonyára nem pontosan úgy működtek, mint manapság. Változnak az idők, és ezért a szokások is változnak. Könnyen lehet, hogy régen a betérés egy egyszerű procedúra volt. Ma óvatosabbak vagyunk, főleg azért vagyunk óvatosak még egyszer, mert nincs szükség arra, hogy valaki... Képzeljétek el a következőt. Egy nem zsidónak ugye nem tilos cheeseburgert, egy sajtburgert enni. Ugye teljes és húsos, nem zsidónak nem tilos ilyesmit enni. Te eszel cheeseburgert, aztán utána betérsz, keresztülmész a betérési folyamaton, magádra veszed a parancsot, és másnap ugyanúgy eszel egy cheeseburgert. Ma beülsz a kocsiba szombaton, miután betértél, azután is beülsz a kocsiba szombaton. Ma rágyújtasz egy cigarettára szombaton, vagy kapcsolgatod a tévét, azután is kapcsolgatod a tévét. Akkor ennek mi értelme van? Mi értelme van? Eddig megcsinálhattad, anélkül, hogy bűnöztél volna, hiszen nem, ha valaki nem zsidó, akkor nem, akkor a számára az nem bűn. Sőt, nem bűn egyáltalán. Semmi rossz nincs benne, szombaton autóba ülni, vagy sajtburgert enni, vagy szombaton cigarettázni, vagy így tovább, tévét kapcsolgatni. De miután zsidó, azután ez bűn. Olyan emberekre nincs szükségünk, akik aztán bejönnek a nyájba azért, hogy bűnözzenek, és ha úgy tetszik, azt a bizonyos képzeletbeli mérleget, azt lefelé húzzák. Erre igazából nincsen szükség. Úgyhogy a válaszom a kedves olvasó kérdés, vagy tanulótársunk kérdésre az, hogy Dávidnak, hogy Salamonnak, vagy Sámsonnak a feleségei mind betértek, igen. Vannak neológ és reform zsidók is, igen. A neológ és a reform, pláne a reform betérés, de a neológ betérést is az ortodox hagyomány nem fogadja el. Nem tekinthető zsidónak a neológ betért. Általában azért, mert ez egy könnyített folyamat. Én ismerek sok neológ betértet, és nagyon kedves barátaim is vannak, olyanok, akik neológ betérésen mentek keresztül, és csak nagyon kevesen vannak. Sok ilyen embert ismerek, legalább százat, és alig van köztük
egy kezem meg tudom számolni, aki szombatot tart, kósert tart, és annak rendje és módja szerint, tehát hogy a halaká, a zsidó vallási jogszokásai szerint. Nem ül autóban, nem cigarettázik, nem kapcsolja be a tévét, kikapcsolja a telefonját, és így tovább. Gyalog megy a zsinagógába. Több mint 100 ilyen ismerősöm közül alig van egy, nincs, szerintem összesen, sem akarok hülyeséget mondani, de kevesebb, mint 5-öt ismerek ilyet. Ennek megfelelően, sorry, de az azt jelenti, hogy a betérés nem gondoltad komolyan. Ugyanis a zsidó, a betérés az egy vallási kérdés. A betérés az egy vallási kérdés. Az nem egy etnikai kérdés, és nem egy állampolgársági kérdés. Izrael állampolgára lehetsz, anélkül, hogy az anyukád zsidó legyen, elég, ha az egyik nagyszülőd zsidó. Csak azért, hogyha zsidó néphez akarsz tartozni, ez egy vallási kérdés. Ha számodra nem fontos, ha valaki számára nem fontos a vallás, nem tartja a vallási törvényeket, vár, nem fontos a vallás, akkor miért akar vallási módon betérni? Miért akar vallásnak megfelelő módon betérni? Az ortodox betérés, ez kétségtelenül nehezebb, ez biztos, és nagyobb elkötelezettséget kíván, ez biztos, azért, mert olyan delikvensekre van szükségünk, akik aztán, hogy is mondjam, felfelé viszik a... Jó estét kívánok mindenkinek! Felfelé viszik az átlagot. És örülünk az ilyen betérteknek. Nagyon, nagyon, nagyon. A Tórában a leggyakrabban említett parancsolat, összesen 34-szer van szó a Tórában, a leggyakrabban említett, nincs más parancsolat, ami ilyen gyakran van említve, az a szeresd a betértet, vagy a hafta et hager. Több mint 30-szor van említve a Tórában ez a gondolat. Miért? Mert és nem csak a betértet kell szeretni, hanem ez egy általános gondolat, és erről jó is, hogy beszélünk, mert ez egy általános gondolat. Mit jelent az, hogy szeresd az, ugye azt mondja a Tóra, szeresd a betértet, mert szeresd az idegent, szó szerint ezt mondja, szeresd az idegent, mert te is idegen voltál Egyiptom országába. Az azt jelenti, az a Tóra üzenete ezzel, amellett, hogy kell szeretni a betértet, és kell szeretni az idegent, azt jelenti, hogy az embernek empatikusan kell viseltetnie olyas valami iránt, amin ő maga is keresztül ment. Azon a fájdalmat, amit te is ismersz, akkor a másik irányába empatikusan kell viselkedjél. Ha te is ismered a fájdalmat, akkor olyannyira így van ez, egyébként nagyon érdekes, hogy az egyik híres 20. század elejé rabbi, elnézést, 20. század közepi rabbi, a Hazon is, vallásjogi döntvényt hozott, hogyha például te elköltözöl egy másik városba, vagy egy másik közösségbe költözöl, akkor annak a közösségnek a tagjai, azok kötelesek meghívni téged magukhoz szombaton ebédre, vacsorára, segíteni neked a beilleszkedésben. Miért? Mert szeresd a jövevényt. Á, mind a kettő zsidó. Oké, de te egy új helyre költözöl, az azt jelenti, ha valaki új helyre költözik, az egy olyan folyamat, amit én magam is keresztül mentem. Tudom, hogy milyen nehéz egy új közösségbe beilleszkedni. Tudom, milyen nehéz egy új szituációban, és ezért empatikusan kell viselkednem. Kedves Andrea, egy nő időskorában térbe, akkor már felnőtt gyerek és zsidók lesznek? Nem. A gyerekek automatikusan csak akkor lesznek zsidók, hogyha egy terhes nő térbe, akkor lesznek automatikusan zsidók a gyerekek, hogyha még a pocakjában van a bébi. Ha már megszületett a bébi, akkor attól függ, hogyha ha lányoknál 12, ha fiúnál 13 évesnél fiatalabb, akkor egy olyan betérés történik, ami úgy hívják, hogy Al-Dat Beit Din, a rabbinikus bíróság tudásával történik a betérés, vagy tudtával. Az azt jelenti, hogy a rabbinikus bíróság a gyerek helyett ideiglenesen kinyilvánítja azt, hogy zsidó szeretne lenni, azaz a gyerek tulajdonképpen zsidóként viselkedik, és abban a pillanatban, amikor eléri a felnőtt kort, ez a lányoknál 12, a fiúknál 13 éves kor, akkor meg kell kérdezni tőle, hogy akarja-e folytatni tovább a zsidó életet. És azt mondja, hogy igen, akkor semmit már nem kell más csinálni. Természetesen, ha körül van metélve, persze, az már kiskorában körül, vagy kisebb korában körül kell metélni, persze. Ha pedig felnőtt a gyerek, ugye, akkor az már egy külön jogi entitás. Ugye, lányoknál 12, fiúknál 13 és fölött, ez egy önálló jogi entitás, ott én nem dönthetek a gyerekem helyett milyen tekintetben. Azt mondja, hogy kedves Mohamed, mit szólsz ahhoz, hogy az egyik nemzetközileg ismert rabbi, aki azt mondta, hogy a zsidóságnak a másik holokausztja a vegyes házasság. Igen, ez egy ismert rabbi mondta ezt, ha jól emlékszem, az egyik izraeli főrabbi.
Én nagyon elnéző vagyok az ilyen kijelentésekkel, megmondom nektek őszintén, és azért kövezzetek meg, vagy vessetek a mókusok elé, ahogy Woody Allen mondta. Én nagyon elnéző vagyok az ilyen kijelentésekkel, mert vagyok annyira intelligens, hogy ezeket a kijelentéseket ne felszínesen értelmezzem. Ugye felszínesen persze borzasztóan hangzik, hogy a holokausztot, ugye ami az emberiség a legnagyobb tragédiája volt, és biztosan a zsidó nép legnagyobb tragédiája, ugye ahol 6 millió ember pusztult el, köztük 1,5 millió gyerek, ártatlan gyermek. Szóval, hogy a holokausztot bármihez hasonlítani, az egy nagyon veszélyes terep. Én biztos nem hasonlítanék semmilyen tragédiát a holokauszthoz, mert bármilyen tragédiát tekintve, hogy a holokauszt volt a zsidó nép legnagyobb tragédiája, ezért bármilyen tragédiát hasonlítok hozzá, azzal a holokauszt értékét csökkentem, azzal a holokauszt szerepét csökkentem, azzal a holokauszt nagyságát csökkentem. De hogyha egy kicsit mélyebben megnézzük kedves Mohamednek, a főrabinak, vagy a rabinak a mondását, ebben a mai zsidóság holokausztja az a vegyes házasság. Ő azt akarja mondani, hogy csak úgy, mint a holokauszban elvesztek zsidók, csak úgy, mint a holokauszban elveszett 6 millió zsidó lélek, vagy 6 millió zsidó ember, ugyanúgy a vegyes házasságoknál is elveszik tulajdonképpen a zsidóság, hiszen ha egy zsidó nő egy nem zsidó férfihez megy hozzá, vagy a zsidó férfi nem zsidó nőhez megy hozzá, akkor általában az esetek döntő többségében a zsidóság az, persze, hogyha a feleség vagy férj nem tér be, ugye, ha betér, akkor nincsen semmi probléma persze, de ha nem tér be, akkor onnantól kezdve valószínűleg az egy zsákutcája lesz a zsidóságnak, egy zárt nyúlványa lesz a zsidóságnak. A zsidóság tekintetében ilyen szempontból az ember elveszett. Az a család, ha úgy tetszik, az a lehetőség elveszett. Egy nagyon szép fénykép készült, talán fél évvel ezelőtt láttam a Facebookon. Van Izraelben egyébként egy ortodox néni, egy ilyen haszid néni. A meolók bármicót elfogadjak, Freund Jenő. A bármicó az nem egy vallásjogi kategória. Igen, elfogadjuk a meolók bármicót, mert a bármicó az nem egy, ott nem történik semmi, csak megünnepeljük a gyereknek a férfi válását, de nem történik tulajdonképpen semmi. Vallásjogilag legalábbis az ünneplés az nem egy, vallásjogilag a bármicó az nem egy valami. Az egy semmi. Azon a napon, amikor a fiú 13 évesé válik, vagy a lány 12 évesé válik, onnantól kezdve másnap már köteles a parancsolatokat felnőtt módjára tartani. Addig az apa volt felelős, vagy szülei voltak felelősek a gyerekért, mostantól kezdve a gyerek felelős a saját tetteiért. Szóval egy nagyon érdekes fotót erről a haszid zsidó néniről, aki 102 éves volt, borzasztóan idős holokauszt túlélő néni, Izraelben élt, és azt kérte a születésnapjára, a 100 nem tudom hanyadik születésnapjára, hogy az összes gyereke, unokája, déd és ükunokája legyen egy közös fotó a jeruzsálemi siratófalnál, az óvárosban, a siratófalnál. És meg is történt ez az esemény, jó estét a bátyámnak is, szeretettel üdvözlöm. Igen, megtörtént ez az esemény, és hát gondoljátok el, hogy egy ortodox családban jellemzően nem ritka a 6-7-8-10 gyerek, akár több mint 10 gyerek is, most egy 100 éve, és egy ortodox családokban jellemzően viszonylag fiatalon házasodunk, tehát az azt jelenti, hogy már 20 évesen, 25 éves kor alatt már bőven jönnek a gyerekek, tehát innentől kezdve ennek a néninek ott állt a fényképen több száz ember. A gyerekei, az unokái, több száz ember. Egészen felemelő kép volt egyébként. Fantasztikus volt látni. Ez egy család, 150 ember. Most képzeljétek el, ha a néni, ne adj Isten, nem élte volna túl a holokausztot, ha az a néni, ne adj Isten, nem élte volna túl, azok az emberek nem élnének. Azok az emberek nem lennének a világon. Akkor tehát minden egyes megölt emberrel nem csak egy embert ölsz meg, hanem az összes potenciális leszármazottját is. Sok száz, sok ezer, sok tízezer ember lehet. Ez egy rendkívül érdekes gondolat, nem tudom most, hogy jutottam ide, de Mohamed szintén kérdezi, ha valaki betér a zsidóságba, akkor joga van, hogy Izrael állampolgára legyen. Igen. Ja persze, igen, abszolút. A kérdés az, hogy milyen betérése van. A reformbetérés nem fogadja el Izrael állam. De az ortodox betérést elfogadja. Úgyhogy onnantól kezdve, hogy valakinek van egy ortodox betérés, onnantól kezdve az ugyanolyan egyenjogú zsidó. Összesen egy olyan törvény van, amit egy betért
betért ember az más elbírálás alá esik, mint egy született zsidó, az pedig az, hogy ha egy betért nő, az nem, egy kohanita férfi, tehát egy zsidó kohanita férfi nem vehet el egy betért nőt. Ennyi az egész. Ő nem vehet el elvált nőt se egyébként, ha már itt tartunk. Tehát elvált nőt se vehet el. Úgyhogy ilyen szempontból a betérés az nem egy hátrányos, semmilyen hátrányos megkülönbözhető nincs benne. Egy kohanita, ugye az a papok népe, a papi nép Áron leszármazottjai, az férfi apa oldalon öröklődik. Egy kohanita nem vehet el betért nőt, és vagy elvált nőt. Egy kohén nő, tekintve, hogy neki a papi funkciójában nincsen semmi, ezért ő bárkit elvehet. Igen. Kedves képes, Oberlander rabbi elfogadott, ha szabad kérdeznem. Igen, Oberlander rabbi beftérés elfogadott Magyarországon, igen. Oké. Okay. Nem csak Magyarországon, nem mindenhol a világon elfogadják, igen. Oké. Okay. Tegnap arról beszéltünk, tegnap a következő módon, vagy következő dologról beszéltünk, ugye, hogy csak nagyon röviden említve, hogy az, akinek a tudása több, mint a jó cselekedetei, az olyan, mint egy fa, aminek nagy lombjai vannak, nagy ága van, nagy törzse van, rengeteg ága és levele és lombja van, viszont a gyökere nagyon csekély, nagyon silány, kicsi gyökerei vannak, és ha jön egy kis szellő, már az is kitépi a földből. Ellenben, ha valakinek a cselekedetei meghaladják a tudását, azaz több a cselekedet, egy pragmatikus ember, aki ha nem is tud mindent, de mindent megcsinál, amit tud, az olyan, mint egy fa, aminek lehet, hogy a lombozat a kicsi, az volna a tudás, a lombozat, de a gyökere az nagyon mély, és még a legerősebb vihar se tudja kitépni. Egy nagyon szép költői gondolat, és nem csak költői gondolat, hiszen elárulja azt, hogy a judaizmus, a zsidóság alapvetően leginkább egy pragmatikus cselekvő vallás. Nem azt, hogy is fogalmazzak úgy, hogy ne legyen... Próbálom úgy átadni a gondolatot, hogy ne legyen félreérthető. A hit, a puszta hit az nem elég. A puszta hit nem elég. Az mindösszesen az, hogy az ember hisz Istenben, és én nagyon hiszek Istenben, és én szeretem Istent, és én jó kapcsolatot ápolok Istennel, ez nagyon fontos, nagyon helyes, de nem elég. Korán sem elég. Azt a szeretetet, azt be kell bizonyítani. És a szeretet bebizonyítása az a parancsolatok megtartásán alapszik. Mondok egy példát, hogy érthető legyen. Talán erről korábban beszéltünk. Egy házasság, ugye mindig a házassághoz hasonlítom a Isten és a zsidó nép kapcsolatát, nem csak én, a Biblia is, a rabbik is, a Talmud is, Salamon maga a házassághoz hasonlítja Isten és a zsidó nép kapcsolatát, tehát Isten és az ember kapcsolatát. Hiszen a házassággal lehet a leginkább leírni ezt a fajta viszonyt. Mert a házasság az olyan, mint az Isten és ember viszonya. A barátság nem volna egy jó metafora. A barátsággal nem lehetne ezt jól leírni, mert a barátság az egy barátság az általában azt mind a két fél akar, mind a két fél egyformán akar, és ott nincsenek, lehetnek hullámvölgyek, de azok általában nagyon ritkák. Ugye ha két barát valamiben nem ért egyet, akkor elköszönnek egymástól, shalom, és minden egyik megy jobbra, másik megy balra. Egy férj és egy feleség, ha nem ért egyet, az ki kell beszélni. Nem arról van szó, hogy akkor rögtön aztán megyünk és elválunk. Ugye nem húzzuk le a gyereket a fürdővízzel. Nem a legradikálisabb megoldáshoz. A problémánkban azt meg kell beszélni, azt rendbe kell tenni. Ugyanúgy ember és Isten között, ha problémánk van, azt rendbe kell tenni. Nem tudom venni a kalapomat és azt mondani, hogy akkor itt hagyom az egész kócerájt. Ugye? Ahogy Jónás tette volna. Jónás ezt szerette, ezt látjuk Jónás könyvében, ugye? Isten egy feladattal bízza meg Jónást, menjen el Ninivébe, és bírja az embereket jobb belátásra. Ugye, mert a Ninivében az emberek bűnösök voltak, és bírja az embereket jobb belátásra, mert Isten elpusztítja a város. És Jónás fog, elmenekül, nem akarok hallani erről a küldetésről. Hajóra száll, és indul el Társis felé. Ugye? És akkor ugye egy vihar következik a hajón, és akkor belesik a vízbe, akkor bekapja a cethal, vagy a mindegy, micsoda, bálna, cethal, nem tudom. Végül is kiköpi a part, és aztán végül is teljesíti a küldetését. De alapvetően nagyon nem akarta volna teljesíteni a küldetését. El akar menekülni Istenről. Istenről nem tudsz elmenekülni. Hova menekülsz? Bezárkózol a hálószobádba, lehúzod a redőnyt, behúzod az ablakot, becsukod az a függönyt. Mit tudsz csinálni? Hova tudsz menekülni? Kola olam maleke vodó. Az egész világ tele van Isten dicsőségével. Hova menekülsz?
nem tudsz hova menekülni. Nem, mint egy házasságban, nincs hova menekülni. Ha problémád van, meg kell beszélni. Le kell ülni, meg kell beszélni. Tisztázni kell. Ugye? Ha neked van problémája, nem csak Isten tisztázza veled, ha neki van problémája veled, te is nyugodtan tisztázd Istennel, hogyha neked van vele problémád. Nem úgy mennek a dolgok. Akkor nyugodtan tisztázd le. Hogyan tudod, mielőtt azonban Istent vádlod, mi a szintén jogod van, mielőtt Istent vádlod, és Istennel pörlekedsz, hogy nem megy jól a sorod, azelőtt mit csináljál? Fásfösbe mászáv, azelőtt vizsgáld meg a cselekedeteit. Tehát először nézzél magadba, tartsál önvizsgálatot. Egyébként ez egy házasságban is valószínűleg jó tanács, hogy mielőtt nekiesel, mint a cséphadaró a feleségednek, vagy a férjednek, ráöntve az egész nagy nyavajádat, és minden sérelmedet és bánatodat, azelőtt azért gondold át azt, azelőtt jó, hogyha tiszta lelkiismerettel teszed ezt. Jó, hogyha előtte átgondolod, hogy vajon te mindent helyesen csináltál-e. És hogyha mindent helyesen csináltál, akkor utána lehet nekiállni pörlekedni a másikkal. Szóval nem elég Istent szeretni. És akkor mondok egy házassági példát, ugye? Milyen házasság lehet az vajon, ahol a feleségednek folyamatosan mondod, vagy a férjednek, ki melyiknek, folyamatosan mondod, hogy drágám, én így szeretlek, én úgy szeretlek, nagyon fontos vagy nekem, mindig csak rád gondolok, nagyon fontos vagy nekem, nagyon szeretlek, nem tudnék nélküled élni, bla 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 bla. És aztán bármi, amit kér tőled a feleséged, azt nem csinálod meg. Drágám, vidd le a szemetet, nem. Léci, hajtsd vissza a WC deszkát, nem, ágyazd be, nem, hozd el a gyerekeket az oviból, nem, Léci, ugorj le egy karton ásványvízért, nem, semmit nem teljesítesz abból, amit a feleséged kér, és nem próbálsz a feleséged kedvébe járni, egy csepp, vagy a férjed, tök mindegy, kedvébe egy cseppet se. Ez egy dolog, hogy nem teljesíted, amit megkér, de amit nem kér, meg azt se csinálod meg. Ugye azok a finom, apró, pici kis gesztusok, azok, amik megmutatják a két embernek a kapcsolatát, azok a kis, apró, pici meglepetések, amikor kipakolod a mosogatógépet, ha látod, hogy tele van a mosogatógép, akkor nem azt mondod, hogy majd megcsinálja a férjem, vagy megcsinálja a feleségem, hanem fogod és kipakolod. Ezek az apró, pici dolgok. Ezeket se csinálod meg. Ha ezeket se csinálod meg, akkor hiába mondod a feleségednek, hogy én így szeretlek, úgy szeretlek, nagyon fontos vagy nekem, nem tudok nélküled élni, bla 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 bla, ezek üres szavak. Ezek üres, elfecsérelt, semmit mondó szavak. Szokták mondani angolul paying lip service. Ez egyszerű, üres, semmit mondó fecsegés és locsogás. Szeret, 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 de semmit, számodra semmi nem fontos, ami nekem fontos, semmit nem csinálsz meg abból, amit kérek, nem próbálsz a kedvembe járni egy cseppet se, akkor ez milyen szeretet? Akkor ez csak duma. Ez egy üres duma. Ugyanígy van Istennel is. Nem elég azt mondani, hogy hiszek Istenbe, én nagyon szeretem Istent, én ilyen közeli kapcsolatban vagyok Istennel, mi úgy vagyunk egy, mint borsó meg a héja, ugye? De a parancsolat, ami Istennek fontos, az akkor nem törődök. Nem érdekel semmi. Nem törődök vele. Beülök az autóba szombaton, eszek, ami jónak látok, és így tovább. Tök mindegy, hogy mi éppen a példa. Nem akarok kiragadni egy-egy példát. Akkor ez nem egy szeretet, akkor ez nem egy kapcsolat. Ez egy mesterséges, hazugságon alapuló, őszintétlen, semmit mondó és üres kapcsolat. Erre próbál utalni a misna, amikor azt mondja, hogy a cselekedet a fontos. A cselekedet a fontos. Mi a helyzet a tudással? Ugye a tudás az nagyon fontos és nagyon jó dolog, csak feltéve, hogyha cselekedetre, ha ez az embert a cselekedetre ösztönzi. Ha nem a cselekedetre ösztönzi az ember a tudás, akkor az a tudás öncélú. Ugye erről korábban is beszéltünk. A tudás nem az Isten szolgálatot szolgálja, és mit nem feltétlenül csak tóra tudásról van szó, szóval akármiről, matematikáról, bármiről, bármilyen tudásról, tényleg bármilyen tudásról, hogy hogyan kell összeszerelni egy IKEA szekrényt, az is egy tudás. Ha ezt nem az Isten szolgálatra használod, akkor az egy öncélú, tudás. Most mit jelent az, hogy tudom az IKEA szekrényt Isten céljaira használni? Hát számos módon. Például boldoggá teszem vele a feleségemet, hogy van egy ilyen szekrényünk, mert nagyon vágyott rá, és én összeszerelem. Mi ez, ha nem Isten szolgálat?
az, hogy békét teremtek az otthonban, shalom bájt, békét teremtek az otthonban, az, hogy kedve, a feleségem kedvébe járok, ez mi az, hanem Isten szolgálat. Ráckövesi Péter barátom írja, hogy ez igaz, persze, ha nyugodtan valaki elfogadja Istent. Ja, persze, nézd, hogyha valaki nem fogadja el Istent, ha valaki nem hisz Istenbe, akkor nincs miről beszélni ebben a tekintetben, akkor persze, akkor nincs miről beszélni. De a zsidóság ennél egyébként egy lépéssel tovább megy, és azt mondja, hogy ha nem hiszel Istenben, akkor is be kell tartani a parancsolatokat. Hát mi köze annak? Isten nem attól lesz, vagy nem lesz, hogy te hiszel benne. Van egy nagyon szép mondás, hogy szokták mondani. Nem az a fontos, hogy te higgyél Istenben, hanem az a fontos, hogy Isten higgyen benned. Isten hisz benned, mert megteremtett, ide helyezett erre a világra. Istennek fontos, ezt korábban is mondtam, Istennek fontosabb vagy, mint te saját magadnak. Te nem akartál megszületni, Isten meg megteremtett. Nem kell hinni Istenben. Nagyon szép, és nagyon, nem, ez nem igaz, kell hinni Istenben. Nagyon szép és nagyon jó dolog, ha az ember hisz, de ha nem hisz, attól még nincs mentesítve a parancsolatok betartása alól. Más kérdés, hogy általában a nem hívő emberek nem tartják a parancsolatokat. Én most elvi szinten beszélek. Elvi szinten semmi köze nincsen a hitnek ahhoz, hogy az ember megtartja a parancsolatokat. Arról nem is beszélve, hogy még a legmélyebben vallásos ember, a leghívőbb embernek sincs olyan, hogy ne inogna meg a hita egyszer csak, néha-néha. Mindannyiunkkal előfordul, a legnagyobb rabbikkal előfordul. Honnan tudjuk? A Talmudból tudjuk. A talmudi rabbiknál alig ha voltak nagyobb rabbik, és náluk is látjuk, hogy néha bizony van, amelyiknek megingott a hite. És akkor veszem kalapomat, és kabátomat, és ott hagyom az egész műsort, csak azért, mert meginog a hitem egy pillanatra? Az embernek meginog a hite, akkor ezen dolgozni kell. Erről is korábban is említettem ezt. Hogy a hit az olyan, mint egy szobor, mint egy szobrásznak a szobra, azt csiszolni kell, azt faragni kell, azon munkálkodni kell. Nem attól lesz egy szobor egy műalkotás, hogy azt mondom rá, hogy ez egy műalkotás, hanem attól lesz egy szobor műalkotás, hogy csiszolom, tökéletesítem. Ugye korábban említettem héberül az emuná, a hit szó, az ugyanazokból a betűkből áll, ugyanabból a szógyökből áll, mint az umanut, a umaná, az emuná, umaná. Emuná az hitet jelent, umaná meg művészetet jelent. A hit olyan, mint egy műtárgy. Egy festő sem mondhatja azt egy fehér vászorra, hogy tessék, ez itt egy festmény. Pontosan nem igaz, mert ma már mondhatja, hogy volt az odaragasztott banán néhány hónappal ezelőtt, volt az odaragasztott banános sztori, durván egy fél éve. De alapvetően ugye nem mondhatja azt valaki egy fehér vászonra, hogy az ott egy műalkotás. Csak úgy, mintha nem mondhatja azt az ember, hogy én akkor most hiszek. Én most egyik reggel fölkelek, tegnap még nem hittem, kinyitom a szemem, kinyújtózkodom, és azt mondom, most már hiszek, mostantól hiszek Istenben. Ez nem így működik. Az embernek dolgoznia kell magán, az embernek képeznie kell magát, az embernek csiszolni kell a hitét, mint egy virágot, locsolni minden nap. És nincs olyan ember, aki nem inog meg a hitében. Olyan ember nincs, aki nem inog meg a hitében napi szinten akár. Ez persze nem mentesíti az embert a parancsolatok teljesítése alól. Csak azért, mert egy pillanatra nem hiszek, akkor fogok csapott papot, és szájamba tolom a sonkás sajtos szendvicset. ez nem így működik. Reméljük, nem így működik. Optimális esetben nem így működik. A cselekedet nagyon fontos. Most mi a helyzet a tudással? A tudás nagyon fontos, de nem előrébb való, mint a cselekedet. Akkor fontos a tudás, hogyha ez a cselekedetre buzdít, a cselekedetre késztet. Ha csak öncélú, egy intellektuális gimnasztika, egy intellektuális erőfitoktatás, az öncélú. Természetesen, ugye a Misna nem beszél egyfajta esetről, a legoptimálisabb esetről, arról az embernek a tudása is nagy, és a cselekedete is számosak. Hát nagy a tudásod, és cselekedete, akkor olyan vagy, mint egy fa, aminek erős a lombja, nagy, szép, lombos fa, gyümölcsöt is terem, és a gyökere is jó, megalapozott, jó, mélyen a földben vastag gyökerei vannak. Az a legjobb, persze. Az a legjobb, és csak a két végletről beszél. Ki mondta talán, most nem emlékszem, hogy Sigmund Freud mondta,
nagyon jó, nekem nagyon tetszik ez a mondás. Olyan, mintha egy haszid mester mondta volna. Vagy Sigmund Freud mondta, vagy az ő tanítványa Carl Jung. Azt hiszem, hogy Carl Jung mondta azt, hogy a modern ember azért nem... Nagyon jó mondás. Azt mondja, a modern ember azért nem találja meg Istent, mert nem néz elég alacsonyra, nem néz elég lefelé. Isten nem, Isten nem az egekbe kell keresni, Istent a kicsi dolgokban kell keresni, a mindennapokban kell keresni. A mindennapok nyűgébe, bajába, örömébe, bánatába, cselekedeteibe, gondolataiba, érzéseibe, beszédébe, szeretetébe, gyűlöletébe, abban kell keresni Istent. A pici, apró dolgokban. Ha meg akarod találni Istent, nézd lefelé. Nem feltétlenül, képletesen szólva persze, ne értsetek félre, képletesen szólva. A pici dolgokban. A pici dolgokból kezdődik. Alulról építkezünk felfelé. Alulról építkezünk felfelé. A pici apró dolgokból építkezünk felfelé. Akkor tudod a fejedet magasra emelni, és akkor tudod észrevenni a nagy dolgokat, hogyha észreveszed az apró pici dolgokat. Carl Jungnak volt ez a zseniális mondása. Azért nem veszi észre a modern ember Istent, mert nem néz elég alacsonyra. Mást is takar ez a mondás egyébként, ennek a mondásnak van egy másik olvasata is. A másik olvasata az, hogy az ember nagyon magasan hordja az orrát. Azt gondolja, hogy Isten, ez a modern ember azt gondolja, hogy Istennél ő már följebb való. Nemhogy Istennek képzeli magát a modern ember, hanem Isten felettinek képzeli magát. Ki az az Isten, aki majd megmondja nekem, hogy mit csináljak szombaton, vagy mit ne csináljak szombaton? Mit nekem? Ehhez az arroganciához képest, ehhez az egoizmushoz képest, ehhez a narcizmushoz képest, Isten nagyon alul van. Isten nagyon alul marad ehhez a narcizmushoz képest. A híres Kocki Cadiknak, a Kocki Rebének, 200 évvel ezelőtt élt körülbelül, 180 évvel, a Kocki Rebe, Menachem Mendel Kockból, neki volt egy olyan mondás, amikor megkérdezték tőle, hogy hol lehet megtalálni Istent, akkor azt mondta, hogy Isten ott van, ahova beengedik. Isten ott van, ahol helyet csinálnak neki, ahol hajlékot nyújtanak neki. Ha beengeded a szívedbe Istent, akkor Isten bent lesz a szívedben. Ha beengeded a gondolataidba Istent, akkor Isten a gondolataidban is jelen lesz. Ha nem engeded be, ha taszítod, ha távol tartod, akkor nem fog tudni megjelenni. Rajtad múlik, te kezedben a kulcs. Ha cselekedeteidben is megjeleníted Istent, ha az ember a mindennapi cselekvésében, az apró pici dolgokban is, azt a pici dolgokat is úgy csinálja, hogy az Istennek tetsző legyen, és az isteni tervet előre viszi a parancsolatok megtartásával, ha ez szerint éled az életedet, akkor Isten mindenben jelen lesz, a legapróbb dolgokban is. Abban, ha sportolsz, ahogy eszel, ahogy iszol, ahogy szexelsz, ahogy fürdelsz, mindenben. A zsidóság felfogása szerint ez az élet célja. Az élet célja az, hogy Istennek helyet teremtsünk ezen a világon. Mindenben. A legfizikai dolgokban, a legmateriálisabb, a legállatiasabb dolgokban is hajlékot teremtsünk Istennek. Isten ott van, ahova beengedik. És ha beengeded, akkor meg fogod találni. De nem elég csak a szívedbe, hanem a cselekedeteidbe. Hiszen, ahogy említettem az előbb a házaspáros példánál, a szeretet, szeretlek, de nem érdekel, hogy mit csinálsz, milyen szeretet az Isten irányába, amikor nem érdekel, hogy Istennek mi fontos és mi nem. Ez milyen szeretet. Ekkora Dávid csillag lóg a nyakadban. Büszke zsidó vagyok. Nagyon jó, nagyon helyes, büszke zsidó, de nézzük csak, hogy a gyakorlat rögös talaján hogyan állod ki a próbát. Azt ugye Mohamed, tisztelt rabbi, nekünk van szükségünk Istenre is nem fordítva. Aki ezt nem közvetíti, megmutatja, nézd, mennyit szenvedtek a zsidók. Testvéreinket hosszú évszázadon, mert ellenkeztek Istennel, és profitákkal est, hogy hagyták Mózest. Vagy rosszul tudom. Én ezt másképp látom, Mohamed. Én azt gondolom, a haszid filozófia alapján én azt gondolom, hogy Istennek nagyobb szüksége van az emberre, mint embernek Istenre. Nem csak, hogy szüksége van Istennek az emberre, hanem még nagyobb szüksége is van rá. Elmondom, mire gondolom. Te nem akartál a világra jönni. Te nem akartál megszületni. Te nem kérted, hogy megszülessél. Isten ide helyezett téged erre a világra. Mi a legrosszabb dolog, ami történhet veled? Az, hogy meghalsz. Az, hogy kikerülsz. Abba a világból kikerülsz, amiben nem is akartál eleve bejönni. Érted? Egy olyan világból kerülsz ki, azáltal, hogy meghalsz, nem te, Loyalino, ne rólunk van szó,
Egy olyan világból kerülsz ki, amiben be se akartál kerülni. Ezzel szemben ott van Isten, aki örökkévaló, aki mindenható, aki határtalan, aki, és még agathatnék rá 100 000 jelzőt, mindenható és határtalan, és mégis megteremtett téged. Miért? Mert ezek szerint szüksége van rád. Mennyire van szükség rád? Nagyon! Végtelenül, határtalanul. Hát Isten végtelen és határtalan. Ugyanúgy a szükséglete is végletes, végtelenek és határtalanok. Isten nagyon akarta, hogy te ezen a világra legyél, különben nem teremtett volna ide téged. Te akartál erre a világra jönni? Nem. Akkor melyiketek fontosabb, hogy a világon vagy? Istennek. Akkor ki van jobban ráutalva a másikra? Isten rád van utalva. Ha te abból a szempontból nézed, hogy az ember léte Istentől függ, Isten léte meg nem függ az embertől, akkor ebből a szempontból igazad van. Persze, Isten léte nem függ az embertől. De Isten célja, Isten szükségletei az embertől függnek. Isten öröme, Isten bánata, Isten szeretete, Isten féltékenysége és minden más jelző, amit még rá tudok aggatni, ez mind-mind az emberen múlik. Ez nagy felelősség. Nagy felelősség. Drága barátaim, köszönöm szépen a mai figyelmet, idáig jutottunk, el fogom olvasni a kommenteket. Holnap este, ez ráteszem Isten segítségével, holnap este 8 órakor ugyanígy találkozunk. Addig is olvasgassátok a blogot. Shalom, szép estét mindenkinek, vigyázzatok magatokra, köszönöm a figyelmet, ölelek mindenkit.